Jó reggelt kívánok, 8 óra van ez a híradó az M1-en, Székelyáron vagyok. A háborúból ki tudunk maradni, de a háború következményei alól nem húzhatjuk ki magunkat, erre figyelmeztetett Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, hogy a magas háborús infláció és a gazdasági válság egészen addig velünk marad, amíg tart a háború. Ezért is szorgalmazza a magyar kormány, hogy legyen béke, különben tönkre megy egész Európa. Utalt rá Orbán Viktor, hogy július 1 után is maradhatnak az árstopok, mert ezek az intézkedések fékezik az inflációt. Ez egy háborús infláció. A háború ténye hajtja fel az energia árakat. Részben pedig az is, ahogy a nyugat reagál a háborúra a szankciókkal. Ez további áremeléseket indít el. Jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, mivel háborús inflációról van szó, ezt csak Magyarországon megfékezni nem lehet. És egészen addig, amíg az Európai Unió ezt a háborús helyzetet finanszírozza, addig az infláció is nőni fog. A háborús infláció letörésének a legegyszerűbb módja az a béke. Tehát az, hogy a magyar kormány szinte az egyetlen kormány egész Európában, aki nem szankcióról meg háborúról beszél, hanem arról, hogy békére van szükség, és a békét kellene finanszíroznunk, nem a háborút. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagy esélye van annak, hogy a háború elhúzódik, és a 2023-as év is bizonytalan lesz. A világot gyötörni fogja a háború és annak gazdasági következményei. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány a háborús inflációt és a gazdasági válságot is kezelni képes jövő évi költségvetést fogadott el. Itt most egy rendkívüli helyzet van. Rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket követel meg, és ilyenkor az általános szabályoktól is szabad, sőt kötelező eltérni, különben nem tudnánk a magyar emberek érdekeit megvédeni. Reagált Orbán Viktor az Európai Bizottságnak a benzinás ért kritikáira. Az Uniótól azt kérjük, hogy lássa be, hogy egy rendkívüli helyzet van, arra kérjük a brüsszeli bürokratákat, hogy ne a egy méret mindenkire jó logikáját kövessék, hanem értsék meg, hogy a háború zónához közelebb eső országokban szükség lehet rendkívüli intézkedésekre, például nemzeti alapon különbséget tenni a rendszámok, illetve a járművek között. Az ástoppok meghosszabbításáról azt mondta, arra a szakminiszterek tesznek javaslatot. A sok okos komoly tekintélyes ember van a kormányban, aki gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Az ő feladatuk, hogy javaslatot tegyenek a kormány számára, hogy mi legyen a korábbi intézkedésekkel, meg tudjuk őket hosszabbítani, vagy sem. Én szeretném meg hosszabbítani, de még itt konzultációkra lesz szükség. Az extra profit különadóról kiemelte. Háborús helyzet van, ennek az árát pedig nem fizethetik meg a magyar családok. A nagy cégeknek kell vállalniuk a közös teherből többet, mint szoktak. A családok, tehát a lakossági fogyasztók mellett még nagyjából százezer is vállalkozó is bent marad abban a körben, akikre továbbra is vonatkozik a rezsicsökkentés, ezt is bejelentette Orbán Viktor. Egy kormányrendelet tartalmazza majd a pontos részleteket. Előző hétvégén döntött a kormány arról, hogy főszabályként a családok számára lesz elérhető a rezsicsökkentés. Az önkormányzatok és a vállalkozások esetén visszaáll a járvány előtti helyzet. A miniszterelnök bejelentése alapján a kisvállalkozóknak mégsem kell piaci fizetniük a jövőben sem amikor bevezettük, akkor a családok védelmével vezettük be a rezsit, de a szabályozása benne volt körülbelül 100 ezer egészen kicsi vállalkozás is, bizonyos fogyasztási szint alatti vállalkozásokról beszélünk. Nagy kérdés volt, őket meg tudjuk-e védeni a jövőben is, bent tudjuk-e tartani a rendszerben vagy sem, és most úgy látom, ilyen típusú, ilyen tartalmú rendeltet tudok kiadni ma vagy holnap, hogy ők benne maradnak, ez mindegy 100 ezer kisvállalkozót jelent, akik benne maradnak a csökkentett áru energiaellátásban vagyis a, a védett rezsiköltségben. Drasztikusan megnövelni a magyar családok kiadásait, ha nem lenne rezsicsökkentés és benzinárstopp. Ez derül ki a századvég felméréséből. A grafikonon kékkel láthatják, hogy a századék szerint átlagosan mennyit fizetnek a családok a rezsiért most, és pirossal, hogy mennyi lenne a díj, ha a világpiaci jár lenne érvényben. Egy nyolc tagú, több generációs családnak például 40 ezer forint helyett 178 ezer forintba kerülne a rezsi. Egy négy fős családnak pedig a jelenlegi 28 ezer forint helyett havi 126 ezer forintot kellene kifizetnie. A századig megjegyzi havonta átlagosan 79 ezer forinttal növelni a háztartások kiadásait, ha a baloldal lenne kormányon. Kivizsgálja a fővárosi kormányhivatal, hogy sérti-e a fogyasztóvédelmi szabályokat, hogy a Ryanair nevű légitársaság plusz pénzt akar beszedni az extra profit adó miatt azoktól az utasoktól is, akik már korábban megvették és kifizették a jegyüket. A vizsgálat azok után indult, hogy a kormány nevében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tisztességtelennek nevezte a fapados cég eljárását. Kilenc kelet és közép-európai NATO tagország államfői találkoztak Bukarestben a B-9-ek, vagyis Bukaresti 9-ek csúcsértekezletén. A fő téma természetesen az ukrajnai háború volt. A B-9-ek a NATO keleti szárnyának megerősítését szorgalmazzák. Novák Katalin azzal az üzenettel érkezett a találkozóra, hogy a biztonság és a béke az első. A magyar államfő tegnap este a házigazda román elnökkel Klaus Johannisszal négy szemközti megbeszélésen vett részt. A tárgyalás után Novák Katalin közösségi oldalán arról írt, hogy a jövőben modern és pragmatikus kapcsolatokra törekednek majd, és mindketten azért dolgoznak, hogy az erdélyi magyarok a szülőföldjükön boldoguljanak. Minden eddiginél jelentősebb energetikai megállapodást írt alá Magyarország és Szerbia, ezt Belgrádban jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a szerződés biztonságot ad mindkét országnak. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, senki nem gondolta arra pár éve, hogy az energiabeszerzésnél nem az ár lesz a fő kérdés, hanem az, hogy egyáltalán lehet-e venni elég energiahordozót. Ez egy nagy és átfogó energetikai megállapodás, hatalmas előrelépésnek tartjuk, új dimenziót nyújt itt a regionális energiaellátás terén. Megerősíti Magyarország és Szerbia stratégiai szövetségét, biztonságot ad az energiaellátásban, és segít abban, hogy a csökkentés eredményeit is megvédjük. A háború előtti szintre csökkentette az Orosz Nemzeti Bank az alapkamatot, és javította a Moszkvai Egybank az inflációval kapcsolatos előrejelzéseit is, miközben folytatottak a harcok kelet-ukrajnában. Jelenleg úgy tűnik, hogy az orosz pénzromlás kisebb ütemű lehet idén, mint az Unióban a balti államok inflációja. Vladimir Putyin is ráerősített, hogy a nyugati szankciók várakozásai szerint jobban fájnak majd Európának, mint nekik. Továbbra sincs megállapodás az Ukrajnában és Oroszországban rekedt gabonakészletek eladásáról de ebben az ügyben is inkább Európának van veszíteni valója, mint az oroszoknak. Újabb ember csempész szenvedett balesetet, amikor megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Az M5-ösön akartak megállítani egy szlovák rendszámú furgont, de a 20 éves montenegrói sofőr tovább hajtott nem jutott messzire, mert inácson felborult. 14 bevándorló került elő a raktérből, közülük többen megsérültek. Egy nap alatt több mint 800 illegális bevándorlóval szemben kellett intézkedniük a rendőröknek és a katonáknak a déli határnál. A kormány Facebook oldalán azt írták, továbbra is támadnak a bevándorlók. Egy vágott videót is nyilvánosságra hoztak, ezen úgy tűnik, hogy többen megint fegyverrel próbálkoztak a határnál. Pénteken is több megyében okoztak károkat a viharok, több nézőnk is küldött telefonnal rögzített videókat. Sok helyen a kertet és a gyümölcsöst tette tönkre a jég, de van olyan település is, ahol a tetőket bontotta meg a szél. Folyamatosan dolgoznak a tűzoltók, akiket főként épületekre, utakra dölt fák és a házakba befolyt víz miatt hívták. A legtöbb bejelentés eddig Bácskiskun, Békés, Hajdubihar és Pest megyéből érkezett. Sok helyen az özönvízszerű esőt jég és viharos szél kísérte. A Pest megyei Monori erdőn egy panzióra. Egy nagy fekete felhő, fújt a szél rendesen, úgyhogy a fákat a földig hajlította le, és akkor jött egy nagy villanás, dörgés, és szakadt minden. Folyt az eső rendesen, úgyhogy a nem folyik úgy a víz, úgyhogy hömpölygött minden, kiszakította a vezetékeket, áramunk nincsen, de hát ezek a gyors tűzoltóknak köszönhetően már levágták a fát, mert az egész rá volt dőlve a tetőre. Akár két hónapig is tarthat a helyreállítás a Dunakanyarban, a Nagymaros és Szob közötti vasútvonalon, mert a csütörtöki viharban sár és kőlamina zúdult a sínekre. Addig pótlóbuszokkal és pótlóhajókkal lehet közlekedni azon a Zuna környéken, de a buszok sem használhatják egy szakaszon a Dunaparton a 12-es utat, mert azt is le kellett zárni. A Dombóvár és Pécs közötti út is hetekre zárva maradhat, mert egy kisebb hidat elvitt a víz. Banánok közé rejtve találtak drogot a cserendőrök két szupermarketben is az ország északi részén. A rajta ütés során összesen 840 kg kokain foglaltak le. A kábítószerért akár 2 millió koronát, vagyis több mint 32 millió forintnak megfelelő összeget is kaphattak volna a dílerek a fekete piacon. A Kolumbiából származó szállítmányok a németországi Hamburg kikötőjén keresztül érkeztek Csehországba.